Sziasztok! Üdvözöllek csatornánkon! Pásztor Ágota vagyok, Szempilla stylist, tréner, valamint a Laspró Szövetség egyik alapító tagja. Ebben a videóban szeretnék nektek segíteni, hogy hogyan is alakítsátok ki az állistátokat. Tudom, ez egy kényes kérdés, valamint elég bonyolult is, főleg, ha még csak most kezdesz el ismerkedni az egyéni vállalkozói léttel. Kérlek, tartsatok velem! Szempilla stylistként nem csak, hogy imádjuk a munkánkat, de ebből bizony szeretnénk megélni, szeretnénk egy jövedelmező vállalkozást is létrehozni. A Szempilla stylistokat munkajogviszony tekintetében két nagy csoportra tudnám sorolni. Az alkalmazotti jogviszony, valamint az egyéni vállalkozók csoportja. Alkalmazotti jogviszonyt viszonylag kevesen választják a Szempilla stylistok közül, amennyiben viszont ezt a formát szeretnéd választani, tudnod kell, hogy vagy egy fix fizetést, vagy egy százalékos arányú fizetést fogsz kapni. Alkalmazotti jogviszonyban a munkáltatót terheli a járulékok megfizetése, valamint a munkáltató biztosítja a helyet, az eszközöket, valamint a vendégkört is. Alkalmazotti jogviszony formát azoknak ajánlom, akik szeretik a fix, kockázatmentes bevételt. A Szempilla stylistok közül a legtöbben az egyéni vállalkozói formát választják, azon belül is a katás vállalkozást. Az egyéni vállalkozói forma rengeteg szabadságot ad, viszont ezzel tudni kell élni. Egyéni vállalkozóként megvan az a szabadságod, hogy te döntöd el mikor, mennyit és kinek szeretnél dolgozni. Természetesen ez kockázattal jár. Alkalmazotti jogviszonyban tisztában vagy azzal, hogy a hónap végén mennyi lesz a fizetésed. Egyéni vállalkozóként viszont kockázatot vállalsz, és neked csak is rajtad múlik, hogy mennyi lesz a fizetésed. Ezért is fontos egy helyes állista kialakítása. Nézzük is meg alaposan, milyen szempontokat kell figyelembe venni árképzésnél. Az első és talán a legfontosabb szempont az az, hogy mennyit szeretnél keresni. Tehát mennyi legyen a tiszta profitod. Tehát először is ülj le és gondold át, hogy mennyi lenne az az összeg, amivel minden hónap végén boldog lennél, hogyha tisztán megkeresnéd. Ezután pedig gondold át, hogy mennyit szeretnél, vagy mennyit tudsz dolgozni. Mindannyiunknak különbözőek a céljaink, és bizony mindannyian különböző családi háttérrel rendelkezünk. Ezért se hasonlítsátok kérlek egymáshoz önmagatokat. Amennyiben már tudod, hogy mennyit szeretnél fixen keresni egy hónapban, kérlek számold ki, hogy melyek lesznek, mik lesznek a kiadásaid abban az adott hónapban. Nézzük is meg részletesen, hogy milyen kiadásaink is lehetnek. Ebben a táblázatban összefoglaltam a lehetséges kiadásainkat. Beszélhetünk havi kiadásról, vagy alkalmi kiadásokról. A havi kiadások értelemszerűen minden hónapban jelentkeznek, ilyen kiadásaink lehetnek például a bérleti díj, amennyiben nem rendelkezel saját szalonnal, ezen felül a rezsiköltsége, eszközök és anyagköltségek, valamint a munkába járáshoz az utazási költség is. Egyéni vállalkozóként saját magunknak kell fizetni a járulékokat is, valamint a könyvelői díjat is. A social médiában használt telefonos appoknak is van egy díja, ezt is el tudjuk számolni, valamint a telefonszám, vagy az egyéb marketing költségeinket. Lehetséges, hogy biztosítást is kötöttél a szalonra, vagy esetleg saját magadra, ezt is el tudod számolni, valamint egyéb más költségek, például tisztítószerek, csokoládé, üdítő, kávé, amit a vendégeidnek biztosítasz. Ezen kívül számolnunk kell olyan kiadásokkal is, amelyek nem minden hónapban fogják terhelni a pénztárcánkat. Gondolok itt például különböző marketinganyagokra, például egy névjegykártyára, egy szórólapra, vagy egy hűségkártyára. Szempilla stylistként folyamatosan fejlesztenünk kell szakmai tudásunkat, vagy esetleg egy újabb szolgáltatást, ha szeretnénk bevezetni, bizony újabb képzéseken kell részt vennünk, ennek a díját is bele kell építenünk az árainkba. Valamint vállalkozóként kockázatot válasz, amit azt már említettem korábban is, mivel nem tudod, hogy mennyi lesz a fix bevételed. Ezért gondolnod kell a jövődre is. Előre nem várt események sajnos bármikor előfordulhatnak. Gondolok itt például akár egészségügyi, akár családi problémára. Ezért arra buzdítanálok benneteket, hogy mindenképpen tartalékoljatok. Valamint gondoljatok a nyugdíjas éveitekre. Tehát amint láthatjátok, egy Szempilla stylistnak bizony számos kiadásai vannak. Ezt érdemes vezetni. A gyakorlatban is szeretném segíteni a munkátokat, ezért elkészítettem a számotokra egy ingyenesen letölthető formanyomtatvány. A linket megtaláljátok a videó alatt. Tehát most már tudod, hogy mennyit szeretnél keresni, azt is tudod, hogy mik a kiadásaid, nézzük meg a harmadik nagyon fontos szempontot, azt, hogy kiket szeretnél a vendégeidnek.
Lehet, hogy most furcsálod ezt a szempontot, de hidd el, hogy az állista kialakításával úgymond te is megválogatod a vendégeidet. Gondolj csak bele, szeretnél venni egy jó minőségű pörcsizmet, amit évekig tudsz használni. Tudod, hogy ennek az ára körülbelül 30 000 forint. Azt is tudod, hogy bőrcsizmát a kínaiban is tudsz venni 5000 forintért, de azt is tudod, hogy a kettő között igenis van különbség. Ugyanez a helyzet a Szempilla stylistokkal és a Szempilla stylistok árai között. Lehet kapni 5000-ért is, lehet kapni 25000-ért is. A vendégek viszont érzik a különbséget, és hidd el, hogy a minőséget megfizetik. Amennyiben még csak most kezdted el ezt a csodás szakmát, és azon gondolkodsz, hogy hogyan alakítsd ki az áraidat, szeretnék egy jó tanácsot adni. Ne értékeld alul önmagad, lehet, hogy az elején még több időre lesz szükséged, viszont ne anyagárba dolgozz. Alakítsd ki az állistádat, amennyiért valóban dolgozni szeretnél, majd az első 1-2-3 hónapban alkalmaz pár marketing trükköt, és hidd el, hogy az új vendégekből törzs vendégek lesznek. Az állista kialakításánál bizony figyelembe kell vennünk azt is, hogy te mit tudsz adni a vendégeidnek, mitől leszel te különleges. Szakmai felkészültségednek kifogástalannak kell lenni, ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan képezzük magunkat, részt vegyünk különböző webinárokon, konferenciákon, valamint kipróbálhatod magad szakmai szempillás versenyeken is. Hidd el, a vendégeid iszonyatosan büszkék lesznek rád. Állista kialakításánál természetesen figyelembe kell venni a helyi adottságokat is. Figyelembe kell venni azt, hogy helyileg hol helyezkedsz el. Gondolok itt arra esetleg, hogy fővárosban vagy egy vidéki kisvárosban, egy luxus szalonban vagy egy otthoni szalonban várod a vendégeket, valamint mik azok az extra szolgáltatások, lehetőségek, amiket biztosítasz a vendégeidnek. Gondolok itt például akár a kártyás fizetési lehetőségre, vagy akár egy online időpontfoglalási rendszerre. Végezetül foglaljuk össze, hogy mik azok a szempontok, ami alapján kialakítjuk az állistánkat. Az első és legfontosabb szempont az az, hogy mennyit szeretnénk keresni, mennyi legyen a tiszta profitunk. Második szempont, figyelembe kell vennünk, hogy mennyi lesz a kiadásunk. Harmadik szempont, kiket szeretnénk a vendégeinknek. És a negyedik, hogy mitől leszünk mi különlegesek, miért is választanak minket a vendégeink. Egy korrekt állista kialakítása természetesen nagyon fontos, amennyiben szeretnénk egy stabil vendégkört kialakítani. De kérlek, ne csüggedj, hogyha lesznek olyan emberek, akik azt írják az árlistádra, hogy te túl drága vagy. Hidd el, ebben az esetben nem ő lesz a te vendéged. Az állista kialakítása természetesen nagyon fontos, de higgyétek el, a vendégek nem csak az ár alapján választanak. Előfordulhat, hogy egy vendég azért fog téged választani, mert szimpatikus a személyiséged. Lehet, hogy azért, mert nálad tud a legkönnyebben kikapcsolódni. De lehet, hogy te vagy a legközelebb, és nálad ingyenes a parkolás. Vagy esetleg nálad tud kártyával fizetni. Tehát az ár sok esetben csak egy másodlagos szempont. Amennyiben hasznosnak és informatívnak találtátok ezt a videót, kérlek lájkoljátok a videó alatt, és nyugodtan kérdezzetek még kommentben. Kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni csatornánkra is, hogy elsőként értesüljetek a legújabb videókról. Sziasztok!